25 000 forint értékű utalvánnyal ismerte el Szemerei Levente hétvégi eredményét Szekszárd polgármestere. A fiatal atléta néhány napja Kecskeméten megnyerte a 113. mezei futó magyar bajnokság felnőtt versenyét. A 21 éves sportoló már a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságra készül, ahonnan éremmel akar majd hazatérni Szekszárdra. Azt mondja, bár több megkeresést is kapott nagyobb kluboktól, ő semmi esetre sem hagyná el a Szekszárdi Egyesületet. Igazából a természeti adottságok miatt is, mert az atlétika pálya meg így a közösség sokkal jobb, mint máshol. Voltam máshol is edzőtáborozni, ott sokkal kevésbé fogott meg a város. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere az utalvány átadását követően arról beszélt, fontos, hogy elismerjék azokat a fiatalokat, akik valamilyen területen kiemelkedő eredményt érnek el. Aki szeretne eredményt elérni, az innen Szekszárdról is meg tudja tenni, nem kell ahhoz Pestre menni, vagy Pécsre menni. A város minden lehetőséget igyekszik megadni ahhoz, hogy ki tudjanak teljesedni a fiatalok. Szemerei Levente néhány nap múlva egy 5 hetes edzőtáborba utazik Kenyába, ahol különleges körülmények között 2200 méterrel a tengerszint felett tud majd a nyári versenyekre készülni.